Az NB2-es búcsút követően egyértelműen azzal a célral vágott neki a 2014-2015-ös szezonnak a kisvárdai futballcsapat, hogy azonnal visszajusson a másodosztályba. Bár a putnok sokáig tapadt a várdaiakra, végül Révész Attila együttese maga biztosan szerezte meg a bajnoki címet. A 15-ös tavaszt egyértelműen sikernek könyvehetjük el mert euh, nagyon kemény bajnokságot sikerült megnyerni, végig nemes ellenfélek bizonyult a sorozatban a Putnok, és nagyon megnehezítette a dolgunkat, ez sorban mentálisan. Volt egy olyan pillanat a nyolcadik forduló tájékán, amikor a Putnokon vereséget szenvedtünk, és megközelített minket egy pontra, a utól is ért, És hát onnantól kezdve a játékosoknak minden mérkőzésen, élet halál, harcot kellett vívni. Kötelező volt, tudtuk a győzelem, mert a putnok tét nélkül játszott, és mint az élet, ahogy be is bizonyította, sokkal könnyebb volt nekik úgy teljesíteni, és már a következő százomból ugye ezt a teljesítményt nem is tudták megismételni. A mi csapatunk tanúbizonságot tett arról, hogy egy ilyen nagy nyomás mellett is lehet eredményességet elvárni tőlük, és ezt meg is oldották. A nyári szünetben Sós Imre személyében új vezetőedző, valamint 18 új játékos érkezett a csapathoz, amely az első szezonban a 7.-11. hely valamelyikét célozta meg, távlati célként pedig a tartós másodosztályi szereplést tűzte ki a klub vezetése. Időarányosan jól állnak a várdaiak, mivel az őszt hat győzelemmel, négy döntetlennel és öt vereséggel a 6. helyen zárták. A 29 szerzett gólnál egyik csapat sem büszkélkedhet többel a mezőnyben, és a 20 kapott gólért sem kell szégyenkezniük Erős Gáboréknak nagyon jó sikerült a az mb 2 szezon, még akkor is, hogyha az elején voltak buktatók, amikor kerestük a csapatot, próbáltunk megfelelni a szabályoknak. Én, én összességében ezt az évet nagyon parádésnek ítélem meg. Nem tudom, hogy lehet -e még ezt überelni. Természetesen, ahogy az infrastrukturális fejlesztések előre haladnak, még inkább élvezet lesz a kisvárai csapatban futballozni, és egy olyan, olyan élményt fogunk tudni bizonben a következő szezonban adni a kilátogatóknak, ami emlékezetükben sokáig meg fog maradni, hétről hétre, és szeretnénk a következő szezonban még egy erősebb, ütőképesebb csapatot kialakítani. Én nagyon remélem, hogy a, a lehetőségeink még jobbak lesznek, és akkor ezt meg is fogjuk tudni oldani. A kisvárdai csapat tagjai január 6-án találkoznak majd először, és a felmérések után elkezdődik a felkészülés. 2016-ban két jelentős esemény is lesz a klub életében, az évelején kezdődik el az új stadion építése, és a tervek között szerepel egy akadémia indítása is.